Tudjátok, én igazán szeretek gyurma lenni. Tisztán emlékszem arra, amikor egy Marci nevű 4 éves kisfiú krumplivál gyúrt az óvodában. Az volt ugyanis az első munkanapom gyurmaként. Azóta már több óvis csoport is elballagott, én pedig kitaláltam, hogy ha nagy leszek, festő leszek. Mivel egyelőre még nem vagyok nagy, ezért ma csak festőpaletta leszek, de nekem az is tetszik. Jöhetnek a színek. Szeretném majd lefesteni azt, amit az óvoda ablakából szoktam látni. Legyen rajtam zöld a fáknak, piros a mászókának, és kék az égnek. A többi színt rád bízom. Pompázatos. Már csak egy ecset kell, amit bele tudok nyomkodni a festékbe. Egyszer, amíg az ovisok kint játszottak az udvaron, elgurultam egy múzeumba. Nagyon érdekes képeket láttam. Valami olyasmi volt a kiállítás címe, hogy geometrikus abstrakció Mondrian festményein. Hát ebből én egy kukkot sem értek, minden esetre nagyon szép színes négyzeteket állítottak ki. Sokáig nézegettem a képeket. Akkor döntöttem el, hogy én is festő leszek. No, el is készült az első alkotásom. A címe az Ovi udvara gyurma szemmel.